ez volt az első tetovás. Ugye én 14 éves környékén készült, amikor elbalaktam a 8-ból. Ez volt, körülbelül egy fél éve ezt kértem a családtól, hogy nekem ugye nem kell ilyen ajándék, pénz, stb., hanem egy tetoválást hadd csináltassak, és ugye mentünk a tetoválószalomba, és mondták, hogy hát túl fiatal vagyok, úgyhogy nem fogják megcsinálni, úgyhogy édesanyámnak el kellett jöjjön velem. És akkor úgy engedték meg, hogy megcsináltassam, úgyhogy ez volt az első tetoválás, úgyhogy azóta is gyűjtögetem. Még most úgy érzem, hogy már sok nem lesz, de esetleg még a gyerek, vagy ilyen nagyon fontosabb dolog az életemben, de tényleg én nagyon szeretem a tetoválásokat. Ugye ez volt a következő, ez az első M1-es bulom. Kedvenc messzámom volt, de egyébként ez az egész karom, hogy a vallásról, a családról szól, ugye vannak egy-két ilyen idézetek, meg egy-két ilyen szimbólum, amit így fontosnak találtam. Van a mellkasomon még ilyen védőangyal, bárány, meg van egy bibliai sztori, a tékozó fiú, annak amikor hazatér az édesapjához a fiú. Mindig azt mondták nekem egész életemben, hogy elpazarlom a tehetségemet, és nem vagyok, mint a tékozó fiú, hogy van, és mégsem tudom jóra fordítani, úgyhogy nem tudom, ez így rám élet ez a történet, és ezt megcsináltattam. Igazából tényleg sok nagyon jó pillanatom volt ebből az évből is, és nyilván egy nagyon fontos mérföldkő a karrieremnek, meg ennek az évnek a svájci elleni bemutatkozás, illetve a gól nyilván az egy nagyon pozitív dolog volt, de tényleg voltak még nagyon sok olyan apróbb dolog, ami akár pályán kívül is, akár a Miskolcon a csapatban, az öltözőkben, ami olyan nagyon szép, meg nagyon olyan dolog volt, amire később emlékezni fogok, úgyhogy nyilván ez egy nagyon fontos dolog, ez a svájci bemutatkozás, de tényleg ez az évem, ez jól sikerült mindenképpen. Erre a bemutatkozásra nem készült a tetoválás? De, készült egy. Ez azért lett így egybe, tehát nem Bázelnek hívják a kutyámat, hanem mikor megvettem a kutyát, körülbelül egy 5 hónapja, onnastól valami nem tudom, hogy megfordult. Egyszerűen amiben nyúltam, az jól jött ki, úgyhogy nem tudom, úgy állítottam be ezt a kutyát, hogy úgy is van, hogy ő hozta meg nekem a szerencsémet. És akkor nyilván ez ő szimbolizálja ugye a kutya, és ez a fontos dátum az életemben, úgyhogy ezt így raktam össze. Milyen neve a kutyusnak? Rafi. Rafa Nadárról kapta a nevét. A Rafa az nagyon fiús, úgyhogy így lett Rafi. Persze, a szem is az egyértelmű, oda el szoktunk menni. Nyilván, amikor időm engedi, vagy inkább a vállalatokban úgy mondom, hogy ott mindig voltunk templomba, aminek nagyon örültem. Tehát, azt nem mondom, hogy ilyen nagyon gyakran járok templomba, de szoktam imádkozni is, illetve meccsek előtt is fontosnak tartom ezt. Nyilván, amikor időm engedi, akkor el szoktam menni, de sajnos az egy kevesebb, úgymond az időmben sajnos nem tért bele.